Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Természetesen lehet ez egy szerelmi kapcsolat, de gondolhattok valaki másra is, egy kolléganőre, vagy valakire a családból. Tehát a kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ez a római 4-es szám arra utal, hogy kell neki a biztonság. Az anyagi biztonság, de a biztonság érzete a párkapcsolatban is. Ez a kép mutat egy uralkodót, tehát ő uralkodik a gondolatai felett, az érzelmei felett, de az is lehet, hogy valaki uralkodik felette, és elnyomja őt. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Ez a kártya adja meg rá a választ. A kettes szám utal egy kapcsolatra, vagy a párkapcsolatra, ő és ti. Ez a kereszt azt jelenti, hogy ez egy kármikus kapcsolat, a ti sorsotok összekötődik. És lesz egy hír, lesz egy beszélgetés köztetek, erre utal a levegő eleme. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ez a férfi talált valamit, ami őt meglepte. Egy nagy nyereség, egy nagy fogás, szerencse, amire ő nem is számított. Az lehet, hogy neki szerencséje volt, és azt ő elmeséli nektek, vagy a ti találkozásotok egy nagy szerencse a számára. A napi kártyát a Hold mutatja, ez jelenti az anyai érzéseket, az emlékeket, viszont a vágyakat is, a reményeket és az álmokat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másik jóslás, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!